Már termelnek a napelemek a Gyöngyösi Főiskolán. Tanintézményeket ajándékozott meg az Elműémász és az Erő. Bőséges választék a fenyőárusoknál, az idén nem drágultak a fák. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Befejeződött a napelemes rendszer telepítése a Gyöngyösi Főiskolán. A megvalósult beruházás célja, hogy az intézmény villamos energiafogyasztásának egy részét fotovoltaikus rendszer működtetésével biztosítsák, mintegy 50%-os energiaköltség megtakarítása érdekében. A projekt Európai Uniós forrásból, közel 210 millió forintból valósult meg. Már termelnek a napelemek a decemberi borongós idő ellenére is. A megújuló energiaforrás felhasználás növelése prioritásaként valósították meg a beruházást, mondta Helgertné dr. Szabó Ilona, a Gyöngyösi Főiskola rektora a fotovoltaikus rendszer átadó ünnepségén. Az intézmény kiemelt kutatási területe a megújuló energia, így nem csak a kutatásba és oktatásba, hanem a működésbe is igyekeznek becsempészni, tette hozzá a rektor. A munkálatokkal 2,5 hónap alatt készültek el. A kivitelezés során 1379 darab napelem lett beépítve, ennek nagy része tetőfelületre épült, kisebbik része pedig szabadmezősen lett telepítve, összesen 18 darab inverter lett beépítve, amelyik a egyenáramból változó áramot készít. Ennek az összteljesítménye 350 kW. A polikristályos napelemek több mint felét, 756 darabot a tetőfelületeken helyeztek el, a szabadmezős területen, a használaton kívüli parkolók helyén 623 darab napelemet telepítettek a szakemberek. A Gyöngyösi Főiskolán Európai Uniós forrásból közel 210 millió forintból megvalósuló beruházás célja, hogy az intézmény villamosenergia fogyasztásának egy részét napelemes rendszer működtetésével biztosítsák az energiaköltség csökkentése érdekében. Ebben a rendszerben és magában a rendszer működtetésében több lehetőség van. Egyrészt ugye terveink szerint éves szinten olyan 50%-os költségmegtakarítást érhetünk el. Másrészt pedig ugye a rendszerhez kapcsolódik két elektromos autótöltő állomás is, ami lehetővé teszi, vagy lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiekben átálljunk mondjuk ilyen rendszerű autók üzemeltetésére is. A rendszer téli időszakban napi 8 órát, nyáron pedig 16 órát termel majd. A beruházás várható megtérülési ideje 10 év. 3,5 millió forint összegű adományt adott át 7 megyei tanintézménynek az Elműémász és a Mátrai Erőmű ZRT közös karácsonyi jótékonysági akciójának keretében. Gyöngyösül a Berzenagy János Gimnázium kapott támogatást, továbbá a Mátrai Erőmű ZRT 1,5 millió forintot adott át az Autista Segítő Központnak. Az ünnepélyes átadón az érintett intézmények diákjai adtak műsort. A tehetséggondozásba fektetni különös érzékenységre és megítélésem szerint nagy bölcsességre van. Így köszöntötte dr. Pajtó Gábor megyei kormány megbízott az Elműémász Társaság csoportot és a Mátrai Erőmű ZRT-t. A két cég karácsonyi jótékonysági akciójának keretében ugyanis 7 megyei tanintézménynek összesen 3,5 millió forintot ajánlott fel. A cégek most negyedik alkalommal szervezték meg karácsonyi akcióikat. A korábbi években sporttevékenységet folytató intézményeket támogattuk, és úgy gondoltuk, ideje kibővíteni a kört. Így most főként kiemelkedő tehetséggondozást folytató tanintézményeket segítünk. Ezzel még inkább ki tudjuk fejezni szociális érzékenységünket. Bernard Lüsper hozzátette, fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás, hiszen két sikeres cégről van szó, és amik pozitívan és biztos lábakon tudják zárni az évet, szívesen segítenek másoknak. A Mátrai Erőmű ZRT továbbá 1,5 millió forinttal segíti a Gyöngyösi Autista Segítő Központ munkáját. Kis Erzsébet intézményvezető azt mondta, az autizmus ellátás sok pénzbe kerül, ezért minden felajánlást nagy örömmel fogadnak. Új eszközöket tudunk vásárolni, új autizmus specifikus eszközöket, amivel megkönnyítjük a kommunikációt, a szociális fejlesztést, illetve hát a karácsondi lakóotthonunkban szeretnénk olyan fejlesztéseket végrehajtani, amivel az ott élő fiataloknak a mindennapjait meg tudjuk könnyíteni, illetve otthonosabbá tudjuk tenni a lakóotthont. Az átadó ünnepségen felszólalt Horváth László, a térség országgyűlési képviselője is, aki üdvözölte, hogy évről évre a két társaság nagyban hozzájárul az intézmények terheinek csökkentéséhez.
Elkezdődött az idei fenyőfavásár Gyöngyösön. A városban már több helyen is árulják a karácsonyfának valót. Az alig másfél méterestől az extra magas fákig akár 3 métereset is választhatnak. Az idén is a luc, az ezüst és a normann fenyőkből a legbőségesebb a választék. Az árak a tavalyihoz képest számottevően nem változtak. Most még bőséges a választék a fenyőfaárusoknál. A városban már több helyen is kínálják a kereskedők a karácsonyfának valót. Szinte mindenhol megtalálható a luc, a normand és az ezüst fenyő is, szinte tavalyi árakon. Aki most vásárol, az még nem csak a különböző fajtákból, hanem különböző méretekből is válogathat. Egyelőre azonban még nem indult be a dömping, de azért akadnak már most is vevők. Gajetetőre a turista centrumba vásároltuk, mert ott most állítjuk fel a fenyőfát, ma fogjuk díszíteni, hogy a vendégek már hétvégén egy díszített karácsonyi díszítéssel rendelkező házba tudjanak érkezni. A lucfenyőt választottunk, ennek az illatát szeretjük a leginkább, szerintünk a legtartósabb. A legtöbb helyen beárazva árulják a fákat, fajtája mellett számít a magassága, a formája, a lombsűrűsége és az illata is. Azért veszik a lucfenyőt, mert erősebb illatú. A fenyők nem drágábbak tavalyhoz képest, luc métere már 1500 forinttól kapható, de van, ahol az extra magas normanért akár 20 000 forintot is fizethetünk. Luc fenyők vágottan, aminek métere 1500 forint, az ezüst fenyőnek 1,50-ig 2000 forint métere, 1,50 felett 2500 méter, és lesz normand fenyünk vágva, az pedig 5500 forint. A konténeres fenyők a 3000 forinttól a 12500 forintig. A normand fenyőt keresik a legjobban, de sokan az olcsóbb ezüstöt és lucot viszik végül az ára miatt. A vevők többsége a másfél-két méteres fákat választja. Itt pedig külön a nyugdíjasokra is gondoltak. Lesznek akciós csomagjaink, amit a nyugdíjasoknak szánunk, őnekik ugye kevés a pénzük, tehát ilyen 1000-1500 forintos kis ezüstfenyő akciós csomagok lesznek. A kereskedők még csak ezen a héten kezdték meg a fenyőfák árusítását, de szinte karácsony napjáig mindegyiknél lehet majd vásárolni. Azt ajánlják, ne az utolsó pillanatban vegyék meg a karácsonyfát, és akkor már biztos, hogy csak a maradékból választhatnak. Kolping Adolf, a Kolping mozgalom megszervezőjének erekéje érkezett Gyöngyösre halálának 150. évfordulója alkalmából. Kövesi Ferenc, a Magyar Kolping Szövetség főprézese jóvoltából. A jubileumhoz kötődően szavaló és hittanversenyt is rendeztek a növendékek számára a gyöngyösi Kolping katolikus szakiskolában, melynek eredményeit a misét követően hirdették ki. Örülök, hogy itt ebben a kápolnában mutathatjuk be a legszentebb áldozatot, és örömmel jöttem el közétek, hogy közösen gondoljunk iskolátok névadójára, Kolping atyára, és kérjük az ő áldó segítő közbenjárását. Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Kövesi Ferenc főprézes, aki Kolping Adolf erekjéjét a gyöngyösi intézménybe hozta. A tárgyi emlék állandó helye Veszprém megyében van, most azonban a jubileumhoz kapcsolódóan minden Kolping iskolába elviszik. A Kolping erekje elindult útjára, az ország összes többi Kolping iskolájában már tiszteletét tette, és a mai napon Kövesi Ferenc, a Magyar Kolping Szövetség országos főprézese elhozza nekünk is ezt az erekjét. Annyit érdemes tudni az erekjéről, hogy állandó helye az egyik Kolping iskolában van, méghozzá Pétfürdőn, a Pétfürdői Kolping katolikus szakiskolában. A német katolikus pap célja a munkás ifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben történő szakmai, családi és társadalmi életre felkészítés volt. A gyöngyösi szakiskola igyekszik ennek megfelelően nevelni diákjait. Kolping Adolf olyan pap volt, aki a gyerekeket szerette, méghozzá a szakmát tanuló gyerekeket, a kézműves gyerekeket, és a mi gyerekeink olyanok, akik koszorút szeretnek készíteni, rajzolni szeretnek, fizikai munkában jártasak, és így lelkesen tudtak készülni erre az ünnepségre. A közelmúltban a tanulók és pedagógusok az eseményhez kapcsolódóan különböző versenyeket rendeztek, melyeknek eredményeit a misét követően hirdették ki. Az óvoda iskola átmeneteként a leendő elsősök támogatásának érdekében különböző kézműves foglalkozásokat szerveztek a Felsővárosi Általános Iskolában az év folyamán. Ennek megfelelően ökonapra, ovi foci programra és báb fesztiválra invitálták a gyerekeket. Az ünnepek közeletével pedig adventi foglalkozással is várták az érdeklődő ovisokat és szüleiket.
Megfelelő pedagógust kell választani a gyermek személyiségéhez, és nem az intézményt. Ezt vallja Horváth Zoltánné igazgató, aki azt mondja, ennek érdekében mindent meg is tesznek, így egész évben különböző foglalkozásokat kínálnak a nagycsoportos óvodások részére. Fontos, hogy a kisgyermekek egy olyan környezetbe jöjjenek be, amelyet már ismernek, és akkor örömmel, felszabadultan kezdik el a tanulást. Ezért mi több foglalkozást tervezünk a tanév folyamán, hogy ezt segítsük. Túl vagyunk már egy ökonapon, ahol minden nagycsoportos óvodást, függetlenül attól, hogy minket választanak-e, meg szoktunk hívni. Így már látnak egy iskolát, egy mozgalmas iskolai napot. Jelenleg adventi foglalkozásokat tartunk. Az év utolsó programja az ünnepekre hangolódva egy kézműves foglalkozás volt, melyet három alsós tanító, Tóth Jánosné, Béresné Eperjesi Edit és Cinkóci Katalin tartotta kicsik és szüleik számára. Karácsonyi énekekkel, mesével és bemutatkozással hangolódtak erre a napra is a legkisebbek. Panka már több alkalommal is ellátogatott az iskolába, és nagyon élvezte a foglalkozásokat. Énekeltünk, sok mikulyás éneket is utána, meg utána csináltunk könyvet a mikulyások. A program végén minden óvodás, szülők és pedagógusok segítségével egy-egy kis karácsonyfát díszíthetett fel saját elképzelésének megfelelően. Az MB2-es futsal bajnokság őszi szezonjának záró fordulójában a Gyöngyösi Energia SC hazai pályán fogadta a gyömrői csapatát. A fehérmezes hazaiak jól kezdték a játékot Gulyás góljaival, a biztos vezetést is megszerezték. A folytatásban egyszer még talpra állt a vendégegyüttes, de végül sebességet váltottak Csoszánszkijék, és magabiztos 7-2 arányú győzelmet arattak. Jellemző volt erre a mérkőzésre ugyanaz, mint a szezonra. Tehát voltak jó részek, jól játszottunk, ugyanúgy a szezonban is voltak jó periódusaink, nyertünk 5 mérkőzést. Ugyanúgy, ahogy ebben a mérkőzésben megvolt az, hogy volt egy kis kihagyás, tehát fejben egy dekoncentráció, kaptunk ugye 2 gólt, ugyanúgy megvolt a bajnokságban is az a rész, amikor kikaptunk 3-szor egymás után például olyan mérkőzésen, ahol nem kellett volna. Utána végére megint felé lettünk ezen a mérkőzésen, ugyanúgy a bajnokságban is, tehát győzelemmel zártuk ezt a fél szezont. Úgyhogy örülök neki, hogy úgy tudunk menni a pihenőre, hogy tényleg egy győztes meccs után, nem úgy, hogy azon kell agyalni, hogy mi változtassunk úgy komolyabban, hanem tényleg akkor csak az volt a probléma, hogy lehet, hogy elfáradtak a játékosok. A gyömrűiek edzője elmondta, újonc csapat lévén még tanulják a játékot, és a tapasztalatokat követően tavasszal több sikerre számítanak. A gyömrői nagypályás felnőtt csapatunknak tulajdonképpen a kerete, aki a futsal mérkőzéseken is részt vesz. Fiatal csapat hasonlóan, mint nálatok, 18-20 éves gyerekekkel dolgozunk együtt. Remélhetőleg télen egy kicsit tudunk majd edzeni, és akkor azok a periódusok, amikről beszélsz, az talán hosszabb is lehet, és sok-sok még az a hiba, ami futsalban, hogy nem fér bele, mert azonnal góllal bünteti az ellenfél, főleg, hogyha olyan erőt képvisel, vagy egy kicsit rutinosabb, mint ma is volt. Az Energia SC Gyöngyös ezzel a sikerrel a tabella 7. helyére lépett előre. Legközelebb újabb pontszerzésre már csak a 2016-os évben lesz majd lehetőség januárban. Az eddigi 21 helyet várhatóan január 1-től már 18 éves kortól lehetne C-kategóriás jogosítványt szerezni itthon. Az Európai Bizottság nem emel kifogást, ugyanis a kormány erről szóló terve ellen, közölte kedden a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A tárca szerint a közúti fuvarozói ágazat versenyképességét erősíteni ez a jogszabálymódosítás, és hozzájárulna a munkaerőhiány enyhítéséhez. Nem sokkal az indulás után gyakorlatilag összeomlott az országos dohánybolt ellátó Kft. Dohány nagykereskedő, áru-megrendelő és kiszállító rendszere, írta a Népszabadság. A portál szerint december közepéig a központi dohányellátó viszonteladói központjaiban készpénzzel csak korlátozott mennyiséget vásárolhatnak a kiskereskedők, akiknek sorszámot kell hozniuk. A későn érkezők akár áron nélkül is távozhatnak. A nagykereskedő szerint a problémák mindössze néhány trafikost érintettek, a fennakadások pedig nem sokára megszűnnek. Most pedig következzenek a szokásos tőzsdei értékek.
A vezető részvények közül ma délután 5 órakor a Magyar Telekom 411, Amol 13530, az OTP 5944, a Richter pedig 5415 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX ma délután 5 órakor 23459 ponton állt, ami addig 134 pontos emelkedést jelez. Végül pedig rövid hír összefoglalón következik. Már termelnek a napelemek a gyöngyösi főiskolán. Tanintézményeket ajándékozott meg az Elmű Émász és az Erő. Bőséges választék a fenyőárusoknál, az idén nem drágultak a fák. Köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!